Take your Bibles. Wow, elnézést. I just wanted to make sure you're awake. Gondoltam, hogy okay. Csekkolom, hogy mindenki ébren van-e. Take your Bibles and turn to John chapter 20. Úgyhogy akkor János 20-hoz lapozzunk. John chapter 20. János We're going to finish the chapter today. Ma be is fejezzük ezt a fejezetet. And last week we began our look at the resurrection. Múlt héten már megnéztük a feltámadást. We specifically focused in on the first person to believe in the resurrection of Jesus. És egészen konkrétan foglalkoztunk azzal a személlyel, aki elsőként hitt Jézus feltámadásában. And that is John, our writer. Ez pedig maga János, az evangélium szerzője. Before he saw Jesus's body risen from the dead, he believed. Even when he just saw an empty tomb. Még mielőtt látta volna Jézust a feltámadott testében, már akkor hitt. Akkor, amikor csak megpillantotta az üres sírt. And then after we saw the first person who believed without seeing, we saw the first person who believed through seeing, and that was Mary Magdalene. És miután megnéztük, hogy ki volt az az első ember, aki úgy hitt Jézus feltámadásában, hogy nem is látta Jézust a halála után, utána pedig megnéztünk egy másik szemét, aki pedig elsőként hitt Jézusban úgy, hogy szemtől szembe találkozott vele, ez pedig Magdalai Mária. And so now we're going to pick up, we're going to continue in verse 19. És így folytatjuk a 19-es verstől. Then, on the evening of the same day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." Már este volt azon a napon, a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok. Eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik, "Békesség nektek." So it's the same day. Nothing, no time has changed. It's just a little bit later on in the day. Tehát ugyanarról a napról beszélünk, amikor ő feltámadt a halálból, csak egy későbbi időszaka annak a napnak. And the disciples had all gathered together, and they get into the room, they lock the door because they're afraid. És a tanítványok egy szobában mind összegyűltek, és magukra zárták az ajtót félelemből. They're afraid of the Jews. Féltek a zsidóktól. They're afraid that the same fate that fell upon Jesus is going to come upon them. És féltek attól, hogy ugyanarra a sorsra jutnak, mint korábban Jézus. They're afraid that with this body of Jesus being missing, that it's going to come back to them. Attól is féltek, hogy mivel eltűnt Jézus holtteste, majd őket fogják ezzel vádolni, hogy ellopták. It's interesting because you know they've probably been there for quite a while, and John is probably, I imagine John's in there telling them all, hey. Guys, Jesus is alive. Ez azért is érdekes, mert biztosan már egy ideje ott vannak ebben a szobában, és szerintem János végig próbálta őket meggyőzni a felől, hogy figyeljetek, Jézus él. Did you see him, John? János, láttad? No, but I know he's alive. Nem, de tudom, hogy él. And then there's Mary saying, I saw him. És aztán ott van a Magdalai Mária, aki szintén mondogatja, hogy én viszont láttam is. Well, Mary, you've seen lots of things. Jaj, Mária, sok mindent láttál te már az életedben. Nem tudom. And you know, I imagine them trying to convince everybody. És úgy képzelem, hogy a Magdalai Mária és János együtt próbálják győzködni a többieket. Peter, you were there. Péter, te is ott voltál. I didn't see anything. Hát jó, de nem láttam semmit. I don't know. Nem tudom. John's like, Peter, come on. János megnéz rá, hogy Péter, nem áll. And so you can imagine this is just a lot of chaos, a lot of confusion. Hát elképzelhetjük, hogy micsoda káosz uralkodik közöttük, hogy nagyon zavarosak a dolgok. And there are several reasons why these guys are afraid when Jesus appears. És okból is félnek ezek az emberek itt, amikor Jézus megjelenik közöttük. I think the most important reason that they're afraid when they see Jesus. Szerintem az elsődleges oka annak, hogy ők megijednek, amikor meglátják Jézust, az is because they've in that instance they've realized that the world that they've been living in is now all new. Hogy abban a pillanatban felismerik, hogy innentől kezdve új időszámítás kezdődik az életükben. Everything is different now. Minden megváltozott. Jesus, the one who died, has now risen from the dead. Jézus, aki meghalt, feltámadt a halálból. And so now death is conquered. És így legyőzte a halált. And this is a whole new reality for them to wake up to. És hát ez egy teljesen új koncepció, amivel most meg kell barátkozniuk. That man is no longer doomed to eternal death. Hogy az emberre most már nem örökké való halál vár. That there is, and Jesus said this in John 11. He said, even though you die, yet shall you live. És a János 11-ben mondja ezt Jézus, hogy noha meghalsz, élni fogsz. In other words, death is no longer the end of a person's existence. Más szóval, az emberi létnek a végét nem jelenti többé a halál. At the cross, Jesus
destroyed the power of sin over our lives. És a kereszt halálával Jézus megszüntette a bűn hatalmát az életünk fölött. He defeated the devil. És legyőzte az ördögöt. And in resurrection Jesus has now defeated death. A feltámadásával pedig most már a halált is legyőzte. And it's a whole world, new world that they're waking up to. Tehát ez egy teljesen új időszámítás, ami most már elindult and számukra. Yeah, they're scared a little bit. És hát igen, érthető, hogy egy picit meg vannak ijedve. Isn't that true for most of us today? Tehát nem igaz ez a legtöbbünkre itt napjainkban. We struggle with the concept of resurrection. Nagyon nehezen tudjuk megemészteni egyáltalán a feltámadás jelenségét. We struggle with the idea that this life is not the end. Nehéz megértenünk, hogy a földi életünk nem ér véget a halállal. We live as if this is all we get. Miközben, so we better get as much as we got. Miközben meg úgy élünk, mintha csak ez a földi élet jutna nekünk. És igen. Igen. Yeah. És igen. You know, hey, this is what you get, so take all you can. Hiszen mégiscsak ennyi. Ennyi jutott nekünk, úgyhogy akkor minden pillanatot meg kell ragadni. And I'm not talking about non-Christians, I'm saying that to Christians. És itt most nem a nem hívőkről beszélek, hanem a keresztényekhez szólok. We forget so easily that heaven waits. Olyan könnyen megfeledkezünk arról, hogy vár ránk a menny. This life is not the end. Hogy a földi életünk nem ér véget itt, and a halálunkkal. And we work so hard to just make sure that this life is good and we can just be ignorant that we have one that's coming. És mégis olyan keményen dolgozunk azon, hogy minden összejöjjön ebben a földi életben, és közben fittyet hányunk arra, hogy a halálunk után még vár ránk valami. I think another reason that they were probably scared is that they expected a different response from Jesus. Szerintem azért is ijedtek meg, amikor Jézus megjelent egyébként, mert másfajta reakciót vártak tőle. Put yourself in their sandals here. Most helyezzük magunkat bele az ő helyzetükbe. Okay. They were with Jesus in the Garden of Gethsemane. Ugye ott voltak a Getsemáné kertben Jézussal. The guards come and they arrest Jesus and they all scatter. Jönnek az őrök, letartóztatják Jézust és mindannyian futnak, amerre látnak. The next thing they find out Jesus is dead. A következő hír pedig már az, hogy Jézus meghalt. And now miraculously he shows up in a locked room. Most pedig csodával határos módon egy zárt szobában megjelenik. This is like the beginning of a horror movie. Ez olyan, mint egy horrorfilmnek az like első pár képkockája. You know? Ez ilyen vendettáról szóló filmnek az első pár képkockája. Mert hogy Jézus mégiscsak él, right? És mindjárt elkapja a grabancodat. You know, they imagine the first thing he's going to say is, where were you? Tehát ők úgy képzelték, hogy az első dolog, amit Jézus mondani fog, az, hogy hol voltatok? What happened? Mi történt? But that's not what he says. De ugye nem ezt mondja. He says peace be with you. Azt mondja, hogy békesség nektek. And I imagine that's kind of scared them a little bit, like this is what he's going to say to us after what we did to him. És én úgy képzelem, hogy ez megijesztette őket valamilyen szinten, hogy mindannak fényében, amit mi elkövettünk ellene, ő most ezt mondja nekünk. Peace be with you. Békesség nektek. This is the message of the resurrection. Peace be with you. De ez a feltámadás üzenete, hogy békesség nektek. And what that means is that access is now open to for us to God. És ez azt jelenti, hogy most már szabad bejárásunk van Istenhez. We have access to God. Szabad utunk van Istenhez. He made peace with us. Mert ő megbékéltetett bennünket magával. The doors open now. Most már tágra nyitva nyitotta ki az ajtókat előttünk. You see, our greatest problem was that we had no access to God. There was no peace with God. De korábban ez volt a baj, hogy nem volt közöttünk békesség, Isten és ember között, és nem volt hozzáférésünk Istenhez. Sinful man had no access to a holy God. Mert a bűnös embernek hogyan lehetne szabad bejárása egy szent Istenhez? For there to ever be relationship, God would have to deal with our sin. Tehát ahhoz, hogy bármiféle kapcsolatunk lehessen Istennel, Istennek először el kellett bánnia a mi bűnünkkel. And that's what he did on the cross. And so the result of that is that we can have peace with God. És hát ennek a következménye az, hogy nekünk békességünk lehet Istennel. We can have access to God. És hogy szabad bejárásunk van most már Istenhez. Probably one of the biggest struggles that we have here in Hungary today as it relates to faith. Szerintem napjainkban, így Magyarországon az egyik legnagyobb küzdelmünk az Isten hitünkkel kapcsolatban az, is an absolute misunderstanding of God's heart for us. Hogy teljes mértékben félreértjük azt, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk. Most people fear that God is going to judge them. A legtöbb ember attól fél, hogy Isten majd megítéli.
And he already judged sin. Pedig Isten már megítélte a bűnt. Most people are afraid that God is, you know, God is angry with them. A legtöbb ember tart attól, hogy Isten biztosan haragszik. But the Bible tells us that he took out all of his wrath on his son Jesus. De a Bibliában azt olvassuk, hogy a kereszten az ő fiára öntötte ki minden haragját Jézusra. We are living in an environment, in a culture that suffers from a lack of understanding of who God really is. Egy olyan társadalomban, egy olyan környezetben élünk, ahol nagyon komoly problémát jelent, hogy nem értik az emberek, hogy kicsoda igazából Isten vagy Jézus. We live and maybe it's true even in your own heart that you forget and you've got that fear that God is angry with you, but his word to us is peace be with you. És lehet, hogy te is így gondolkodsz, elfeledkeztél arról, hogy mit is gondol rólad Isten valójában, és attól tartasz, hogy haragszik rád nagyon, miközben ezek az ő szavai számunkra, hogy békesség nektek. I think a third reason they were probably afraid is kind of the most obvious, and that is they were in a locked room and Jesus wasn't there, and the next second he was there. Szerintem a harmadik ok, amiért féltek, az egy egész nyilvánvaló ok, mert hogy egy zárt szobában tartózkodtak, és mondjuk egy másodperccel korábban Jézus még nem volt ott, és aztán hirtelen ott termett. I mean, just practically, listen, if that were to happen to any one of us, we'd scream like a little girl. Azért komolyan most ebbe gondoljatok bele, hogyha bárkivel like hasonló szituáció történne, akkor visítanánk, mint a kis malacok, vagy, you know? Exactly. Vagy a felnőtt férfiak. You know, we would... I mean, if we're talking and then all of a sudden another person, whoa, my gosh. Tehát, hogyha ez így előfordulna, semmiből ott terem valaki előttünk, akkor azért ledöbbennénk. It's funny because there's actually people that are trying to feel like, how did Jesus do that? What was the way that he got into that room? És persze az emberek próbálják ezt megfejteni, hogy mégis hogy sikerült ez Jézusnak? Hogy jutott be abba az zárt szobába? Can he just walk through the wall? Is that what the new bodies like? New bodies, you can just walk through walls? Ez olyan, hogy it can be hard to sit in a chair if that's the case. Egyszerűen csak átsétált a falon, mert hogy ilyen, amikor az új testet megkapjuk a feltámadás után, hogy akkor át tudunk sétálni falakon. Persze akkor mondjuk nehéz lehet leülni egy székbe, de az egy más kérdés. I just go through everything now. Mert valahogy mindenen csak úgy áthatol a testem. I don't have a problem with trying to figure out how Jesus got into the room, and I'll show you how. De tudjátok, nekem ezzel egyáltalán nincs gondom, hogy most nem feltétlenül értem, hogy abba a zárt szobába hogyan jutott be Jézus. Elmondom, hogy miért. Because if you can accept one verse in the Bible, I'm going to show it to you in just a second. If you can accept this one verse, all the rest of it, no problemo. Mert van egy bizonyos igevers a Bibliában, és hogyha ezt el tudod fogadni, mindjárt megmutatom, akkor onnantól kezdve minden megy, mint a karikacsapás. If you accept this verse, you can accept it all. Mert hogyha azt az egy igeverset elfogadod, akkor minden egyebet is el tudsz fogadni. Look at the screens. Genesis 1:1. A kivetítőt. 1 Mózes 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. When you accept that, the rest of it becomes a lot easier. Ha ezt elfogadod, akkor minden egyebet sokkal könnyebben elfogadsz. Because the creator of all things can do whatever he wants. Hiszen Isten mindennek teremtője, úgyhogy azt tehet, amit csak akar. Honestly, I've never had the question, how did Jesus get in? If you can raise yourself from the dead, you can do other stuff too. Őszintén szóval engem sosem foglalkoztatott ez a kérdés, hogy Jézus mégis hogy termett ott ebben az zárt szobában, hiszen ha képes vagy feltámasztani önmagadat a halálból, akkor nyilván azért ilyesmire is képes leszel. I'm not worried about that. It happens. Engem egyáltalán nem aggaszt, hogy ez mégis hogy történhetett a valóságban, mert van ilyen. Look at verse 20, John 20. Nézzük a János 20-ból a 20-as verset. When he had said this, he showed them his hands and his side, and the disciples were glad when they saw the Lord. És ahogy ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok pedig örvendeztek, hogy látják az Urat. Jesus said to them again, peace be with you, as the Father sent me, so I am sending you. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. And so once again, for the second time, Jesus declares peace. Tehát ismét másodjára is azt mondja Jézus, hogy békesség nektek. Peace be with you. Békesség nektek. Peace of God or peace with God was not available before, now it is, and he reiterates this a second time. Mert hogy korábban az embereknek nem lehetett békessége Istennel, most már ez lehetséges, és ezért ezt másodjára is hangsúlyozza Jézus. I can't state it enough when I say this. The message after the resurrection is that there is peace with God. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy a feltámadás utáni üzenet az, hogy megbékélhetünk Istennel. I want you to also notice that in the verses that we read that Jesus gives his disciples a very clear direction. Azt is szeretném, ha látnánk a felolvasott igerészben, hogy egy nagyon egyértelmű irányt szab a tanítványainak Jézus, egy konkrét céllal ruházza fel őket. As the Father has sent me, so I send you. Ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. It has always been God's intentions to use those who have been touched by his grace to share
His grace. Mindig is ez volt Isten szándéka, hogy használja azokat, akiket megérintett az ő kegyelmével, arra, hogy másoknak is az ő kegyelmét közvetítse. What is the message that we are being sent out to proclaim? It's that you can have peace with God. És hát milyen üzenettel küld ki bennünket a világba Isten? Azzal, hogy neked is békességed lehet Istennel. It's that everything has been accomplished so that you and I can have relationship and peace with God. Mert hogy minden elvégeztetett azért, hogy neked és nekem lehessen békessége Istennel és egy kapcsolata Istennel. The good news is that because of what Jesus has accomplished, we have the hope of heaven. És hát a jó hír az, hogy annak köszönhetően, amit Jézus elvégzett értünk, a menny reménysége a miénk. We have a glorious future. És egy dicsőséges jövő vár ránk. But I believe probably more important for you and I at this moment right now is not that we have a glorious future, but listen, the good news is that our past has been wiped clean. De azt is gondolom, hogy per pillanat számunkra talán még ennél is fontosabb, mármint hogy a dicsőséges ránk váró jövőnél is fontosabb az, hogy a múltunk tekintetében teljesen tiszta lappal indulhatunk. In the gospel, you have a fresh start. Az evangélium üzenete ezt mutatja, hogy tiszta lappal indulhatunk. Yep, you're going to heaven. Igen, a mennybe tartasz. And you are totally new today. És ma egy teljesen új teremtmény vagy. And this is the message that Jesus has sent us out to speak. És hát ezzel az üzenettel küld ki bennünket a világba Jézus. Of course, you know, when we read this verse, you know, as the Father sends me, so I send you. It's kind of like a real motivate. Yeah, let's go do it. Persze, amikor ezt olvasok, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket, ez igen inspirálóan tud hatni ránk, hogy okay, akkor menjünk, csináljuk. Isn't it easy to kind of get motivated on Sunday morning? Ráadásul könnyebben inspirálódunk egy vasárnap délelőtt. And then ugye? Monday you're like the engine isn't starting. There's no motivation. Aztán hétfőn valahogy már sokkal nehezebb a motorot beindítani, valahogy úgy nehezebb ennek nekiindulni. But Sunday morning, yo man, I want to go. He's sending me. I'm being. I'm a sent one. De vasárnap igen, én megyek. Engem so elküld Isten ezzel az üzenettel. And truly, I do hope that that's how we, more and more, that's how we'll feel. The reality is that most of us Christians are cowards. De persze remélem, hogy egyre többen érezzük ennyire motiváltnak magunkat egy ilyen igevers hallatán. Az igazság azonban az, hogy a legtöbben gyávák vagyunk. And I want you to consider, and I'm not putting you down, I'm just stating a fact. I want you to consider from the disciples' perspective. Most nyilván nem a földbe döngölni próbálok benneteket ezzel, csak szeretném, ha belegondolnánk a tanítványok szemszögéből, hogy ez milyen lehetett. From their perspective, they failed Jesus. Ugye a tanítványok úgy gondolkodtak, hogy okay, mi elhagytuk Jézust. And now they're locked up in a room for fear of the Jews. Most pedig már egy zárt szobában tartózkodnak, mert félnek a zsidóktól. And then they're afraid because they've seen Jesus. Aztán meg azért ijednek meg, mert megjelenik közöttük Jézus. Lot of fear going on here. Elég sok félelem van ebben a szituációban. And then Jesus says to them, go out of the room. És aztán Jézus azt mondja nekik, hogy akkor most hagyjátok el a szobát. As the Father sent me, I'm sending you. Ahogy az Atya elküldött engem, én is úgy küldelek el titeket. We don't want to leave the room. De hát nem akarjuk elhagyni a szobát. We're hiding in here for a reason. Hát okkal rejtőzködünk ide bent. Yes, I know. Go. Igen, tudom, de most akkor menjetek. I mean, can you imagine it from their? For them, this wasn't a pep talk that made them feel better. El tudjátok képzelni, hogy ez mennyire nehéz lehetett, hogy ez most egy buzdító beszéd, ezen nem fog segíteni a nagy félelmükben, hogy elinduljanak. I don't think they were like huddled and all of them like, yeah, we could do it. Yeah, let's go. Szerintem nem az van, hogy akkor így összekapaszkodtak, aztán egymást próbálták hergelni, hogy persze menni fog ez nekünk. Okay, gyerünk, igyekezzünk. We're being sent. Let's go. Who's got the key? Open Igen, the door. Jézus mégis csak küld bennünket. Okay, akkor menjünk. Kinél van a kulcs? Nyissátok ki. Indulunk. I think they're all sitting there kind of like, yeah, that's nice, Jesus. Szerintem mindenki úgy ül ott, hogy hezitál, vagy okay, Jézus, ez azért jó. John, you first. You're the one that keeps talking about how he's alive, you know. De akkor János, menjél te előre, mert valahogy mindig neked mindenről van valami gondolatod. How are we going to accomplish this? Szóval hogy fogjuk mi ezt megvalósítani? We all know the power that fear has to paralyze us. Mindannyian tudjuk, hogy micsoda ereje van a félelemnek, ami életünkben lebénít. Fear of failure. Félünk a kudarctól. A fear of disappointing. És félünk attól, hogy csalódást okozunk. A fear that we won't be accepted. Félünk attól, hogy nem fogadnak el. I mean, I could go on and on and on. És még hosszasan sorolhatnám. In most cases, it has a paralyzing effect upon us. És a legtöbb esetben ez bénító hatással van ránk nézve. And that's where the disciples were.
És a tanítványok is ezt tapasztalják itt meg. How does Jesus think we could in any way leave this room and go proclaim his message? Mégis hogy gondolhatja Jézus, hogy mi képesek leszünk elhagyni ezt a szobát és az ő üzenetét hirdetni? He wants us to go talk about his resurrection and we can barely talk. Azt akarja, hogy menjünk és hirdessük az ő feltámadását, de hát eleve alig merünk megszólalni is. We didn't even have the strength to stand with you, Jesus, when you needed us. Jézus, de hát még arra sem volt erőnk, hogy akkor veled maradjunk, amikor szükséged lett volna ránk. And now you want us to go out there. We can't do it. Most meg azt akarod, hogy menjünk ki szerte a világba. Ez nem fog menni. And in fact, I would say to you that if they sensed their inadequacies, they were at the exact right place. És az az igazság, hogy azt mondanám nektek, hogy ha a tanítványok felismerték az alkalmatlanságokat erre a feladatra, akkor nagyon jó helyen voltak. See, Christians, one of our mistakes is we hear Jesus say, as the Father sent me, so I send you, and we say, let's go out and do it. Mert hogy keresztényként hajlamosak vagyunk egy nagy hibát elkövetni, amikor ezt halljuk Jézustól, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket, és erre azt mondjuk, hogy oké, akkor indulunk, érjük el az egész világot. Here I am, Lord. Itt vagyok, Uram. And we can, you know, okay, I'm gonna reach people now. Jó van, akkor most megyek, és akkor én most elérem az embereket az evangéliummal. When in fact, if we want to learn anything from this event right here, it is that we are incapable of accomplishing what he's asked us to do apart from something else happening. Miközben ha bármi tanulságot levonunk ebből a történetből, akkor jó lenne, ha azt vonnánk le, hogy mi igazából nem vagyunk alkalmasak és képesek mindezt megvalósítani, amire Isten hív bennünket, úgyhogy neki kell ebben segítenie. Your optimism isn't going to carry you through. Az optimizmusod nem fog végig kitartani. Your energy, I can do it. It's not going to be enough. Az energiát sem, hogy de nekem ez menni fog. Nem lesz egy idő után elég. And as long as you believe that you could do something or offer something to God, then you're actually starting further back at the starting point. És amíg kötöd az ebet a karóhoz, hogy neked saját erőből is menni fog, és te le tudsz tenni az asztalra dolgokat Istenért, akkor olyan, mintha 10 lépést visszaléptél volna, és eleve egy ilyen hátrányból indítanál. The proper place for service with God, as we see here in John chapter 20, is understanding that we can't do it. Mert ha Isten szeretnénk szolgálni, akkor elsősorban azt kell felismernünk, amit itt is látunk a János 20-ban, hogy saját erőből nem fog menni. And I absolutely imagine Jesus looking around the room as he said, so as the Father sends me, so I send you, and they're all looking at him with, like, you know, the deer in the headlights, kind of a what? És én abszolút úgy képzelem, hogy Jézus ugye körbenéz, és mondja ezt nekik, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. És ők pedig ilyen abszolút ilyet szemekkel tekintenek Jézusra, hogy micsoda? Say that again, Jesus? Mit mondtál, Jézus? Were you talking to Peter? Péternek mondtad ezt? You don't mean me. Ugye nekem nem mondhattad. And I think knowing what they're thinking, he quickly resolves the problem, verse 22. És aztán tudván, hogy mi jár a fejükben, Jézus gyorsan orvosolja a problémát, 22-es vers. When he said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Ezt mondva rájuk lehet, és így szólt, vegyetek szent lelket. Listen, you were never intended to live the Christian life apart from the indwelling of the Holy Spirit. Istennek sosem az volt a szándéka, hogy a bennünk lakozó Szentlélek ereje nélkül éljük az életünket, a keresztény életünket. Jesus doesn't intend for you to go reach the world apart from his imparting his spirit into your life. Jézus nem azt kéri, hogy saját erőnkből menjünk és érjük el a világot az evangéliummal, hanem ő bennünket ehhez erre képessé is tesz, a Szent Lelkét adja nekünk. They needed his spirit if they were to be in any sense of the word useful, they needed to be filled with the Spirit of God. Nekik is Isten Szent Lelkére volt szükségük, fontos volt, hogy betöltse őket a Szent Lélek ahhoz, hogy bármiféle hasznos tevékenységet tudjanak végezni Isten országa szempontjából. 50 days later we see them being baptized in the Holy Spirit. Aztán 50 nappal később látjuk a Szentlélek keresztséget megvalósulni az ő életükben, amikor már túl áradóan betölti őket a Szentlélek. Here we see them indwelt with the Holy Spirit. Itt pedig azt látjuk, hogy beléjük költözik a Szentlélek. You cannot live the Christian I'm not saying it's difficult. I'm saying it is impossible to live the Christian life without the Spirit of God indwelling you. Nem azt mondom, hogy a keresztény életet nehéz úgy élni, hogy közben nem lakik bennünk a Szentlélek, azt mondom, hogy ez egyenesen lehetetlen. And the best example I could give you of this would be from the book of Genesis. És a legjobb példát erre az 1 Mózesből tudnám hozni. In Genesis 2, God made man. Hát, hogy az 1 Mózes 2-ben megalkotta az embert Isten. He made him out of the, you know, out of dirt. A földporából.
formed a man. There he is. És formálta az ő testét, íme itt az ember. But he's just a body. De az még csak egy élettelen test volt. And then we read that God breathed onto him. És aztán arról olvasunk, hogy Isten életet lehelt bele. And Adam became a living being. És így vált egy élő személyé Ádám. Adam, before God breathed on him, there's nothing he could do. Ádám mielőtt Isten életet lehelt belé, semmire nem volt képes. He didn't exist yet. Még nem is létezett, mint olyan. He was just dirt. Hanem csak a földporából összerakott egy élettelen test volt ott and a földön. If you will apply this into our spiritual lives. És hogyha most ezt alkalmazzuk a szellemi síkon is az életünkre. We are born again by the Spirit of God. Ugye Isten szent lelke által születünk újjá. We have no new life apart from the indwelling of the Holy Spirit. Tehát nem lehet új életünk anélkül, hogy belénk ne költözne a szent lélek. I'm going to be a good Christian. I'm going to do good things. Majd én jó keresztény leszek, jó dolgokat viszek véghez. Friends, you cannot be a Christian apart from the indwelling of the Holy Spirit. Nem, barátaim, nem lehettek keresztények anélkül, hogy ne költözne belétek a szent lélek. The Spirit of God makes all things new in our lives. A szent lélek az, aki mindent újjátesz az életünkben. But you know, and I love this verse and I love this whole kind of picture here. Nekem nagyon tetszik ez az ige, és az az egész kép, amit elénk tár. But I'm kind of like a zoom back and just look at what's happening kind of a guy, and when you zoom back and look at this picture, it's extremely bizarre. De én úgy szeretek megvizsgálni a történetet, hogy hátra lépek x lépést, és valahogy az összképet próbálom felfedezni, és ebben a történetben is azt látom, hogy azért, ami itt történik, enyhén bizarr. I mean, think about it, guys. Gondoljatok Jesus csak bele. Says, as the Father sent me, so I send you. And then he goes like this. Azt mondja, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket, mondja Jézus, aztán fogja magát, és rájuk lehel. Hey, listen, if somebody breathes on you on the villamos, what do you do? Ja, a villamoson rád lehel valaki, mit csinálsz? Do you feel like God just said receive the Holy Spirit? Úgy érzed, hogy mintha Isten azt mondaná, hogy vedd a szent lelket? Somebody breathes on you in the villamos, you kind of take a step away. Nem, valaki rád lehel a villamoson, akkor úgy elson fordálsz. Jesus says, as the Father sends me, so I send you. Jézus meg azt mondja, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket, és rájuk lehel. Or maybe, I don't know. Nem tudom pontosan, hogy zajlott. It's a strange kind of scene happening here. De akkor is elég furcsa ez a szituáció, nem? But it made a great point to them. De mégis nagyon hangsúlyosan közvetítette az üzenetet. Jesus had to do the first thing. Mert láthatták ebből, hogy először Jézusnak kellett megtenni az első lépést. There's nothing they could do. There's no goodwill, no optimism, no hope, no energy, no nothing. They needed Jesus first. Nem volt semmi, amit ők tehettek volna. Az, hogy ők ezt szerették volna, az, hogy ők optimistán próbáltak ehhez hozzáállni, az, hogy próbálták volna minden erejüket összeszedni és elindulni, ez mind semmit nem segített volna. Először Jézusnak kellett lépnie. I imagine just if Peter got the message and he just started running for the door. Képzeljétek el, ha az történt volna, hogy Péter meghallja Jézusnak ezt az utasítását, és azonnal rohan is az ajtón ki. I imagine Jesus saying, Peter, come back here for a second. Úgy képzelem, hogy Jézus utána szólt volna, hogy Péter, gyere csak vissza egy kicsit. You need my spirit first. És aztán rálehel, és azt mondja, hogy előbb az én szent lelkemre van szükséged, Péter. You can do nothing without me. Mert nélkülem semmire sem leszel képes. And it was a very visual lesson for them. És ez egy igen vizuális lecke volt számukra. Verse 23. 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you withhold forgiveness from any, it is withheld. Akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azokéi megmaradnak. So the disciples are being sent out, indwelt by the Holy Spirit. A tanítványokat tehát Jézus kiküldi, úgyhogy már bennük lakozik a Szent Lélek. With a purpose. És van egy konkrét küldetés. And what is the purpose? Mi ez a küldetés? It is the purpose is to relate forgiveness to the world. A küldetés az, hogy Isten megbocsátását közvetítsék a világ felé. Forgiveness because we have fallen short of God's glory, God's standard. Miért kell megbocsátás? Azért, mert mindannyian hiány vagyunk Isten dicsőségének, nem ütjük meg a mércét. And the message of forgiveness because it reveals the heart of God for his special creation mankind. Azért is a megbocsátás üzenetét közvetítik, mert ez megmutatja, hogy milyen különleges helyet foglal el Isten szívében az emberiség.
Can I say this again? Please listen. This is so important. The ministry of the Christian is to relate forgiveness to the world. Hadd ismételjem el újra, és kérlek figyeljetek, mert ez nagyon fontos. A keresztények szolgálata abban áll, hogy közvetítsük Isten megbocsátását a világ felé. Not that we're right and everybody else is wrong. Nem, hogy azt közvetítjük, hogy nekünk van igazunk, és mindenki más rossz. Not that we're good and everybody else is bad. Meg, hogy mi jók vagyunk, és mindenki más az, aki rosszul gondolja. The message we've been given is a message of forgiveness. Az üzenetünk a megbocsátás üzenete. Not towards us, that we don't need to forgive them. Nem olyan értelemben, hogy nekünk kell, hogy megbocsássunk nekik. But that God forgives them. Hanem olyan értelemben, hogy Istentől ők bűnbocsánatot kaphatnak. And the Apostle Paul in 2 Corinthians describes this as the ministry of reconciliation. És Pál apostol a 2. Korintusban a békeltetés szolgálataként jellemzi ezt. Our message, the message that we've been sent out with, the message that we've been sent out with and indwelt with the Holy Spirit with, is to tell people God loves and forgives you. Tehát mi az üzenetünk, amellyel Jézus bennünket kiküld, miután belénk költözött a Szentlélek? Az az üzenet, hogy Isten szeret téged és megbocsát neked. You have the privilege of sharing forgiveness. És neked megadatott a kiváltság, hogy ezt a megbocsátást másokkal megoszd. You have total authority. És maximálisan felhatalmazást is kaptál erre Istentől. You can share the gospel with someone and if they say I want to respond to Jesus, 100% you can say God forgives you. Ha meg osztod az evangéliumot valakivel, aki azt mondja, hogy én szeretném, hogyha Isten megbocsátaná a bűneimet, akkor 100%-os bizonyossággal is tekintőjel mondhatod neki, hogy Isten megbocsátja a bűneidet. There's no magic formula. Nincsen egy varázsrecept. Special prayer. Egy különleges imádság. You know, we often say when somebody wants to become a Christian, we say they have to pray the sinner's prayer. Tudjátok, sokszor szoktuk mondani, hogy ha szeretne valaki Isten hívővé válni, akkor a megtérők imáját mondja el. And that's okay. I mean, that's fine to say that. Persze, hát mondhatjuk ezt, de nincs ezzel semmi gond. But there's never been a time when I prayed when it wasn't a sinner's prayer. I'm always, you know. De igazából én is hasonló imádságot mondok minden egyes alkalommal, mert én is ugyanúgy bűnös vagyok és úgy mondom az imámat. We're always all guilty. Mindannyian mindig bűnösök vagyunk. And so we see though that we have this privilege to say to someone, if you would believe, you are forgiven. Látjátok, hogy nekünk megadatott ez a kiváltság, hogy valakinek azt tudjuk mondani, hogy ha hiszel, megbocsátatnak a bűneid. Ennyi. We also have the responsibility to say, listen, if you choose not to believe, then your sins are not forgiven. Illetve ránk hárul annak felelőssége is, hogy elmondjuk, hogy ha te úgy döntesz, hogy nem hiszel Jézusban, akkor tudnod kell, hogy nincsenek megbocsátva a bűneid. The gospel brings forgiveness, or it condemns those who reject the gospel. Az evangélium üzenete egyrészt megbocsátást hoz, másrészt pedig kárhoztatást azoknak, akik elutasítják az evangélium üzenetét. So we participate in the forgiveness of sins through the sharing of the gospel. Tehát azáltal, hogy az evangéliumot megosztjuk másokkal, a bűnbocsánat munkájában részt vehetünk. And this is a treasure that we have. És hát ez egy kincs, ami nekünk adatott, egy hatalmas kincs. If there's anything we've ever had that was worth something, it's the gospel. Ha bármi, akkor ez igazi érték az életünkben, az evangélium üzenete. That the people who you sit near at work or sit near at school, the people in your life. Ott vannak azok az emberek a te saját vonzás körzetedben, akik mellett a suliban ülsz vagy a munkahelyen. They can be forgiven by God. Ők is bűnbocsánatra lelhetnek Istentől. And you can just in expressing the heart of God to them, they could be changed for eternity. És azáltal, hogy közvetített feléjük azt, hogy Isten hogyan tekint rájuk, az ő életük egy örökké valóságra megváltozhat. Anyone can have a fresh start. Mert hogy bárki indulhat tiszta lappal Istennél. It's an incredible, incredible privilege that we have. Egy hihetetlen nagy kiváltság ez, ami nekünk adatott. I heard one writer describe us like this though. Az egyik szerző viszont a következőképpen írt le bennünket keresztényeket. He said Christians are like a whole lot of people with the cold. Azt mondja, hogy a keresztényeket úgy kell elképzelni, mint egy csomó ember, aki mind influenzás. They often sit around sneezing on each other, but nobody gets it because everybody's got it. És ott üldögélnek egymás társaságában, és egymásra tüsszögnek, de már ugye senki nem kapja el a másik baciát, mert eleve mindenki meg van fertőzve. And there's a lot of truth to that. És szerintem ebben sok igazság van. The ministry of reconciliation
is to those who have not yet been reconciled or have not yet had peace with God. Hiszen a békéltetés szolgálata azoknak szól, akik még ezt nem tapasztalták meg Istennel, azt, hogy békességük és kapcsolatuk lehet vele. We want to be the people, we want to be the kind of Christian who is not hiding in the shadow or cowardly, but is willing to express to others there is peace with God. És vágyjunk olyan keresztényekké válni, akik nem elrejtőznek, és nem gyávák, hanem hajlandók, és szeretnék Isten békességét megosztani másokkal. You know, we often say, well, you know, I'm open to sharing as long as if it comes up naturally, I'll share. Ugye szoktuk azt mondani, hogy oké, ha természetesen úgy feljön témaként, akkor én elmondom az én dolgomat. I've said that a whole bunch of times. Én olyan sokszor mondtam már. In my heart, like, okay, if it comes up, I'm in. Valahogy úgy megbeszéltem magammal, hogy oké, ha olyan természetes módon felvetődik ez a téma, akkor elmondom az evangéliumot. It never comes up. Aztán persze sosem vetődik fel témaként. But in my mind, when I say this, a következő. Viszont amikor a következőket döntöm el magamban. Comes up. When I say in my mind, I'm going to do my best to try to bring something up. If it's possible. Megteszem a tőlem telhetőt, hogy valami kis morzsát így bedobjak e téren a beszélgetésbe, valahogyan előkerüljön ez a beszélgetésben, akkor én azt megteszem. Then it happens naturally. Na és ilyenkor szokott ez természetesen felvetődni. When I purpose to just see if it happens naturally, it don't happen. Ha csak úgy vagyok vele, öbetett kézzel várom, hogy majd természetesen ez megtörténik, akkor nem történik meg. When I purpose to make it happen, it happens naturally. Ha viszont eldöntöm magamban, hogy igyekszem ezt megtörténté tenni, akkor meg természetes módon megszokott ez valósulni. I'm not talking about Christian duty, responsibility, all that. Én most nem a keresztény kötelességről, meg a felelősségről beszélek. I'm just saying, if you've been forgiven, isn't it great to tell other people they could be forgiven? Én csak annyit mondok, hogy ha neked megbocsátattak a bűneid, akkor nem nagyszerű dolog az, hogy másoknak is elmondhatjuk, hogy ez számukra is lehetséges. Verse 24. We gotta keep going here. Now, haladunk Thomas, el. Called the twin, is one of the 12. Was not there when Jesus came. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. You know, it was a Sunday night when he visited all of them. Ugye vasárnap este volt, amikor Thomas wasn't there. Jézus megjelent közöttük, és Tamás éppen nem tartózkodott a szobában. So the other disciples told him, "We have seen the Lord," but he said, "Unless I see in his hands the marks of the nails, place my finger into the marks of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." A többi tanítvány elmondta neki, láttuk az Urat, de ő azt mondta, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem teszem ujjamat a szegek helyére, és kezemmel nem érintem meg az oldalát, semmiképpen el nem hiszem. Now Jesus told his disciples, as the Father sent me, I am sending you. Jézus azt mondta korábban a tanítványainak, hogy ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Go tell people they can have peace with God. Menjetek, mondjátok el az embereknek, hogy békességük lehet Istennel. Nekem ez úgy tetszik. The first person they go to is Thomas. Az első ember, akinek ezt elmondják, az Tamás. He wasn't there. Hey Thomas, you weren't here. We got to tell you something. Mert hogy ő hiányzott aznap, és mondták, hogy Tamás, figyelj, nem voltál, valamit el kell mesélnünk. Listen. Go to the people closest to you. És ez rátok is igaz, menjetek a hozzátok legközelebb álló emberekhez. That's what they did. Ők is ezt tették. Thomas shows up. Hey Thomas, we got to tell you something. Tamás megjelenik, és mindjárt lerohanják, hogy Tamás, el kell mesélnünk valamit. We can make it so difficult for ourselves. Just share with the people closest to you. Annyira meg tudjuk nehezíteni a saját dolgunkat. De hát mi lenne, hogyha azzal kezdenénk, hogy a hozzánk legközelebb álló emberekkel osztjuk meg ezt. Sometimes we call Thomas doubting Thomas. Szoktuk Tamást a kétkedő Tamásnak nevezni. Not here. It's different here. De szerintem ebben az esetben ez a leírás itt rá nem igaz. Thomas says, I will not believe. Mert hogy Tamás kategorikusan kijelenti, hogy semmiképpen nem fogok hinni, amíg ez és ez nem lesz. Unless I can put my hands into his side, put my hands into where his marks are, I will not believe. Ha csak nem tudom megérinteni az oldalát, ha csak nem tudom megtapogatni a seb helyeit, addig én nem hiszem. Now on the one hand, we all kind of, you know, bravo Thomas, you're not going to be coerced into faith. Most egyrésztről mindannyian igazából büszkék vagyunk Tamásra, hogy oké, nem hagyja magát belekényszeríteni egy hitbe, csak azért, mert valaki mondta. And we agree with that. That's true. Nobody should be manipulated or coerced into believing. És hát ez igaz. Senkit nem kéne bele manipulálni vagy belekényszeríteni abba, hogy higgyen. You know, we have to come to the place in our own lives when we say, I believe in Jesus. El kell jutnunk a saját életünkben is arra a pontra, amikor mi magunk mondjuk, hogy én hiszek Jézusban. You
Parents, we can raise our kids to know the Lord, but they make the choice. Tudjátok, mi szülők, persze úgy igyekezhetünk felnevelni a gyerekeket, hogy megismerjék Istent, de nekik kell a döntést meghozniuk. Everyone makes their own decision for God. Mindenkinek meg kell hozni a saját döntését Isten mellett. So we can say, well, I respect Thomas for not just being swept up with everybody else. Úgyhogy mondhatjuk, hogy oké, én tudom tisztelni Tamást azért, hogy ő itt nem állt be a sorba csak azért, mert. But on the other hand, másrésztről viszont, what Thomas has said here is, unless Jesus does what I want him to do, I won't believe. Tamás itt azt mondja, hogy ha Jézus nem teszi meg azt, amit én szeretném, hogy megtegyen, akkor nem fogok hinni. And this is not doubting. Do you understand that Jesus can handle our doubts? És ez nem kételkedés. Tudjátok, Jézus abszolút el tudja hordozni a mi kételjeinket. Unbelief separates us from God. Viszont a hitetlenség elválaszt bennünket Istentől. Which of us hasn't had doubts when we've gone through trial? Vajon melyikünknek nem támadtak már kételjei egy-egy megpróbáltatás során? I thought God was good, but I'm dealing with this. Én azt hittem, hogy Isten jó, és akkor itt van ez a szituáció. I thought all things work together for good, but nothing good is happening. Én azt hittem, hogy minden a javamra válik, és mégsem történik semmi jó. I'm doubting God's goodness. Ilyenkor kételkedem Isten jóságában. God's not afraid of you doubting him. Isten nem tart attól, hogy te majd kételkedni fogsz benne. But in your doubts, he calls us to trust him anyways. De ő inkább azt kéri, hogy a kételjeit közepette bízzál benne. Which one of us when we were kids didn't doubt our parents? És hányunk gyerekként, hányunknál nem fordult volna elő az, hogy kételkedtünk a szüleinkben? Or which one of your kids hasn't ever doubted you before? Vagy ha szülőként belegondolsz, volt már olyan gyereked, aki mondjuk nem mondott ellent egy-egy döntésednek? And you might say something like, listen, I know this, you don't understand this, but just trust me on this. És ilyenkor lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, tudom, hogy nem érted, de mi lenne, ha bíznál bennem? Hogy you can doubt. Oké, kételkedhetsz. Just trust me. De kérlek, hogy bízz bennem. Thomas is in a different situation. He says, I will not believe. Tamás egy másfajta szituációban van itt, azt mondja, hogy én nem fogok addig hinni. Until he does what I want him to do. Amíg Jézus meg nem teszi azt, amit én akarom, hogy tegyen. God's not always in the business of doing what we want him to do. És Isten azért nem mindig ezt teszi, hogy mindig mindent megtesz, amit mi akarunk tőle. With that said though, let me contradict that. Verse 26. Noha, most ellent is mondanék ennek, mert nézzük a 26-os verset. 8 days later, his disciples were inside again, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Bár az ajtó zárva volt, Jézus bement, megállt középen, és azt mondta, "Békesség nektek." Are you beginning to feel like Jesus is a broken record here? Nem, úgy hangzik most már Jézus, mint a megakadt volna a lemez. Peace be with you. Békesség nektek, békesség nektek. Peace be with you. Jesus, do you say anything else? Peace be with you. Jézus, tudná valami mást is mondani? Békesség nektek. How much he's trying to like drill this into the head of these men. I have brought peace. Próbálja maximálisan beleverni a fejébe ezeknek az embereknek, hogy ő békességet hozott. Peace be with you. Get it. Get it, please. Békesség nektek. Könyörgöm, fogjátok fel. Jesus, what are you trying to say to me? Peace be with you. Jézus, mit akarsz mondani? Békesség nektek. Békesség. Then he said to Thomas, put your finger here and see my hands. Put out your hand and place it in my side. Do not disbelieve. Believe. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet, és nyújtsd ki a kezedet, és helyezd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Jesus says to Thomas, go ahead and do exactly what you want to do. Jézus azt mondja Tamásnak, hogy oké, akkor most tedd meg pontosan azt, amit szerettél volna. Here's my side, here's my hands, here you go. Íme az oldalam, íme a sebb helyeim, tessék, tapogasd meg. Stop being in unbelief, start believing. Ne légy többé hitetlen, higgy. I just told you a minute ago that God doesn't have to do what we want him to do. Ugye pont egy percre mondtam nektek azt, hogy Isten nem köteles mindazt megtenni, amit mi várunk tőle. Here's what often happens to us. És sokszor az történik velünk. We can become kind of obstinate when it comes to the gospel. Hogy valahogy olyan csökönyössé válunk az evangéliummal kapcsolatban. Well, Jesus did everything, okay? Just believe. Jó, hát Jézus mindent megtett, oké, szóval mi lenne, ha hinnél? He's already done everything for you. Jézus már mindent megtett, érted? What more do you want, my gosh? Mit többre vágyol még most, könyörgöm? Just believe. Mi lenne, ha egyszer csak hinnél végre? And I love that Jesus shows up and he says to Thomas, go ahead. És nekem annyira tetszik, hogy Jézus megjelenik és mondja Tamásnak, hogy oké, gyere, akkor tedd, amit tenned kell. He doesn't show up and say, Thomas, really? I already died for you, and you want me to do what now? Nem really? Az volt, hogy megjelenik és azt mondja, hogy Tamás, figyelj, én már meghaltam érted a kereszten. Most meg akkor még miről beszélünk? You mit akarsz? Ungrateful disciple, you. Te hálátlan tanítvány, te.
I'm done with you. You know what? If you just don't believe based on what I did on the cross, I'm done with you. Elegem van belőle. Tamás, tudod mit, hogyha nem vagy hajlandó hinni mindabban, amit én már a kereszten elvégeztem, akkor itt a vége, elegem van. Because sometimes we think that way. Mert mi néha így gondolkodunk. But do you realize that if God is willing to go all the way to the cross, he's willing to do whatever it takes to bring people into faith? De tisztában vagyunk azzal, hogyha Isten hajlandó volt egészen elmenni a kereszt halálig, akkor minden másra is hajlandó, hogy embereket hitre juttasson. And though he may not do what every person wants him to do so that they would say they believe. És lehet, hogy Isten nem teszi meg mindenkinek személy szerint azt az X dolgot, ami nekik ahhoz kell, hogy higgyenek. In this case he does it and it is for our benefit. De ebben az esetben megteszi, és ez a mi javunkra is válik. Him letting Thomas do what he wanted to do benefits you and I, and let me show you that two ways. Mert ez a mi előnyünkre is válik, hogy ő megengedte Tamásnak, hogy megtegye, amit ő annyira szeretett volna, és két szempontból fontos ez. Number one, we get to watch Thomas go from unbelief to belief based on the empirical evidence that he witnessed in that moment. Először is láthatjuk, ahogy a hitetlenségből Tamás hirtelen hinni kezd az empirikus bizonyíték alapján, amivel szembe találta magát abban a pillanatban. He did not believe. Előbb még nem hitt. He sees Jesus. Aztán látja Jézust. And he believes. És aztán már hisz. This is a tremendously strong evidence to the resurrection. Ez egy hihetetlenül erőteljes bizonyíték a feltámadásnak. Thomas would not be pushed or bullied by anyone until he saw Jesus. Tamás nem engedte, hogy bárki is bármit bemagyarázzon neki, és bárki is gúnyolódjon rajta, amíg ő nem látta Jézust. He didn't just join the club that all of his friends were in. És nem az volt, hogy ő csak egyszerűen csatlakozott ahhoz a klubhoz, amiben az ő barátai eleve már benne voltak. And so we get to watch him go from unbelief to belief. És ezért saját szemünkkel láthatjuk, ahogy a hitetlenségből ő egyszerűen csak hinni kezd. The second reason this is tremendously important to you and me. Aztán azért is rendkívül fontos ez számunkra. It's because we again learn about the power of God. Mert megint csak tanulunk itt Isten erejéről. When Thomas said, "I won't believe until Jesus was not in the room, but he heard all of it. Amikor Tamás azt mondta, hogy én addig pedig nem fogok hinni, amíg ez meg ez nem történik, Jézus már nem volt jelen a szobában, de mégis pontosan tudta, hogy mit mondott Tamás. Then he shows up to Thomas and he says, "Hey Thomas, you want to feel? You want to touch? Go ahead." És aztán megjelenik Tamásnak, és azt mondja, Tamás, miért szeretnéd az oldalamat, a sebhelyeimet megtapogatni? Oké, nyugodtan. Nothing is hidden from God. Semmi nem marad rejtve Isten előtt. Whether you see him or not. Akár látod őt a saját szemeddel, akár nem. Stop unbelieving and believe. Ne légy többé hitetlen, higgy. Verse 28, Thomas answered, "My Lord and my God." 28, Tamás pedig azt mondta neki, én Uram és én Istenem. It's the most fantastic declaration here. Ez a legcsodálatosabb kijelentés. And Jesus does not say, "Hey Thomas, don't call me God. I'm an angel." Jézus arra nem azt válaszolja, hogy Tamás, ne nevezz engem Istennek, én csak egy angyal vagyok. I'm a prophet. Vagy egy proféta. I'm a holy man. Vagy egy szent ember. Jesus receives this statement. Jézus elfogadja ezt a kijelentést ránézve. Thomas can see and he can feel and he says, "You are my God." Tamás most látja Jézust, megtapogatta a sebeit, és azt mondja, hogy te vagy az én Istenem. And we literally are witnessing the transition of somebody from unbelief to belief. És így mi is szemtanúi lehetünk annak, ahogy valaki a hitetlenségből átmegy a másik oldalra, és most már hisz. And this was what the book of John was intended to do. És hát János evangéliumának pontosan ez volt a célja. And we'll read the verse in just a second, but John says, "I wrote this that you might see that Jesus is the Son of God, and that by believing in his name you might be saved." És ugye mindjárt látni is fogjuk, de János azt mondja, hogy én mindezeket azért írtam, hogy tudjátok, hogy Jézus az Isten fia, és hogy ezeket látva üdvözülhessetek. Verse 29, Jesus said, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believed." 29, Jézus pedig így válaszolt, mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. The first person to believe believed sight unseen. Az első személy, aki hitt a feltámadt Krisztusban, úgy hitt benne, hogy nem látta őt, szemtől szembe János volt az. And this was a pattern for the rest of us. És hát ez egy minta, mindannyiunk ezt követik azóta is. The empty tomb still declares Jesus is alive. Hiszen az üres sír mind a mai napig hirdeti, hogy Jézus él. Blessed are those who believe though they have not seen with their eyes. Boldogok, akik hisznek, noha nem láttak. This moment is the, I think this is kind of the climax of the book. És én azt gondolom, hogy az egész evangéliumnak ez a csúcspontja itt. Certainly the resurrection's
there too. Nyilván a feltámadás és a csúcspontok között említendő. This is, I believe, the climax of this Gospel of John. De ennek a bizonyos evangéliumnak, János evangéliumának szerintem ez a kicsúcsosodása. Jesus has triumphed over sickness. Mert hogy Jézus korábban már legyőzte a betegséget. He has triumphed over sin. Legyőzte a bűnt. Over evil. Legyőzte a gonoszt. Over sorrow. Legyőzte a gyászt. He's triumphed over death. Legyőzte a halált. And now he conquers unbelief. Legyőzte a hitetlenséget is. He conquers the last great, you know, kind of bastion against him was unbelief, and he conquers it. Ez volt az utolsó nagy bástyája az ellenségnek, és ő ezt is legyőzte. And we see this in the life of Thomas. És ezt látjuk Tamás életében. Verse 30, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványok szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és ebben a hitben életetek legyen az ő nevében. When you're writing about somebody who has died, amikor egy elhunyt szeméről írunk, you collect everything you can about them. Akkor próbálunk minden lehetséges információt róla összegyűjteni. Mert hogy részletekbe menőkig szeretnénk az ő életének történetét közvetíteni. But when you're writing about somebody who's alive, viszont amikor egy élő szeméről írunk, you don't need to tell every detail. Akkor nem kell minden részletbe belebonyolódni. In other words, what John is saying here is he's saying this. Listen, if you believe, then Jesus will tell you about himself, and you don't have to get it all from my gospel story. Más szóval lényegében János itt azt mondja, hogy ha te hiszel, akkor Jézus majd egy csomó mindent önmagáról saját maga fog neked kinyilatkoztatni, és akkor nem lesz szükséged az én evangéliumomra és az abban leírtakra. There's so much more that I couldn't write. Mert hogy van még sokkal-sokkal több, amit már nem tudtam lejegyezni itt. It's all about believing in the end. Hát alapvetően ez arról szól, hogy hiszünk-e Jézusban. John brings us all the way to the point where Thomas says, "My Lord and my God." Mert Jézus is a történetben, János a történetben eljutott bennünket arra a pontra, amikor látjuk, hogy Tamás is hinni kezd, azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. And then Jesus turns it and he says, "And this is why I wrote this letter." És aztán Jézus, hát János azt mondja, hogy na ezért, látjátok, ezért írtam ezt a történetet. I wrote this letter so that you would believe. Ezért írtam ezt a történetet, hogy ti is higgyetek. And that by believing you would have life. És hogy ezáltal életetek legyen. First, coming to the end, let me say to those of you who believe. Most így a végére hadd szóljak azokhoz, akik már hívők. Continue to believe. A továbbiakban is higgyetek. Keep believing. Walk in faith. Higgyetek napról napra, járjatok hitben. Day after day, believe him. Napról napra, higgyetek ő benne. Trust him, grow in that. Bízzatok ő benne, és növekedjetek a hitetekben. The deeper the valley, the stronger the hold needs to be that you hold to him. És minél mélyebb a völgy, annál erősebben kell belekapaszkodnunk. Cling to him, believe him. Kapaszkodjunk bele, és higgyünk ő believe benne, his promises. És higgyünk az ő ígéreteiben. Believe that everything that he said is going to happen. És higgyük el, hogy mindaz, amit ő mond, meg fog történni. Minden egyes dolog, amit mondott. If you believe, keep believing. Ha már hiszel, kérlek, hogy továbbra is higgy. If you aren't certain that you've believed. Ha még nem vagy biztos abban, hogy hitedet valaha is Jézusba vetetted. The purpose of this letter has been that you would believe. Akkor ennek az evangéliumnak is az volt pedig a célja, hogy higgy. Mindezek hallatán és láttán higgy. Everything John wrote was so that you would believe. János mindezeket azért jegyezte le, hogy te higgy. So believe. Úgyhogy higgy. Believe in Jesus's death for you, for your life. Hidd el, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten. Believe that he has conquered sin and death and the devil. És hidd el azt, hogy ő a bűn fölött és a halál fölött és az ördög fölött győzelmet aratott. Believe that when you die, you will be in the presence of the Lord forever. És hidd el, hogy amikor meghalsz, akkor az Úr jelenlétében leszel örökkön örökké. Believe that you have a clean start. És in Christ. Hidd el, hogy Krisztusban tiszta lappal indíthatsz. Believe. Choose to believe today. Hozz egy ilyen döntést, hogy hinni fogsz. And I'm saying this to those of you who are right here in this room right now. És én most ezt elsősorban azoknak mondom, akik per pillanat itt tartózkodnak. And I'm also saying it to those of you that are, I know there's hundreds of people watching online right now. De azt is tudom, hogy ebben a pillanatban több százan az interneten néznek bennünket, úgyhogy nektek is mondom. Believe. Higgyetek. Believe in the Lord. Higgyetek az Úrban. I'm going to pray
We're going to close in prayer. Fogok, and I'm going to give anyone here who is not certain that they have believed in Jesus yet, I'm going to give you an opportunity. És hogyha bárki van itt közöttünk, aki nem biztos abban, hogy ő tényleg hisz Jézusban, annak szeretnék lehetőséget biztosítani. So imádkozunk. Let's pray. Lord, I thank you so much for your word. Uram, annyira köszönöm a te igédet. And I thank you for the truth of your word, Lord, that though we have sinned, there's forgiveness. És köszönöm a te ígéd igazságát, hogy noha vétkeztünk, van bocsánat a bűneinkre. I love the truth of your word, Lord, that you're not mad at us. Annyira jó ezt látni a te ígédből, Uram, és ez az igazság, hogy nem vagy ránk dühös. That you delight, you take pleasure in us. Hogy nagy örömmel és boldogsággal tekintesz ránk. And you've done everything necessary that we might have life. És mindent megtettél ahhoz, hogy nekünk életünk legyen. And so I pray today, Lord, for those who believe that they would continue to believe and grow in their faith in you. Úgyhogy imádkozom azokért, akik már hívők, hogy továbbra is higgyenek és hogy növekedjenek a beléd vetett hitükben. And I pray for those that are not certain that they have believed, really believed in you yet. És imádkozom azokért is, akik bizonytalanok, nem tudják, hogy úgy igazán beléd vetették-e már a hitüket. Not just that they intellectually think it's all true. Nem olyan értelemben, hogy most intellektuálisan már elfogadták, hogy ez mindig az. But belief is so much more. It's the total dependence upon what you have done for us. Hiszen a hit az ennél sokkal több. Ez azt jelenti, amikor teljes mértékben már csak abban bízunk és attól függünk, amit te véghez vittél értünk a kereszten. Maybe today you've always thought of yourself as a believer, but you realize maybe you haven't lived as if you've believed the gospel. És lehet, hogy mindig is úgy tekintettél magadra, mint egy hívő emberre, de aztán most rádöbbentél arra, hogy nem igazán úgy éled az életedet, mint aki elhiszi az evangélium üzenetét. And my encouragement to you today is believe. Úgyhogy arra bátorítanálak ma, hogy higgy. Choose today to accept and fully depend upon what Jesus has done for you. Dönts úgy ma, hogy elfogadod mindazt, amit Jézus tett érted, és hogy egy az egyben arra hagyatkozol az életedben. I want to pray for you today if that's you. És hogyha ez rád igaz, szeretnék érted imádkozni. If you want to believe today. Ha szeretnél hinni ma. Then let me pray for you. So I want you to raise up your hand so that we can pray for you. Akkor hadd imádkozzak érted. Megtennéd, hogy felemeld a kezed, hogy tudjak érted imádkozni. Yeah. Amen. 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 Anybody else? Bárki más? Those of you that are watching online. És azok, akik az interneten néznek bennünket. You know, you could raise your hand, but we won't see you. Nyilván ti is felemelhetitek a kezeteket, csak nem fogjuk látni. You just need to believe. Nektek csak annyi a teendőtök, hogy hisztek. And that's true for those of you here in this room as well. You just need to believe in him. Mindenki másra is igaz, aki itt van a teremben. Egyszer csak azt kell, hogy higgy ő benne. Bárki más? One more moment, I'll say it again. Last time, is there anyone else that wants to believe in Jesus today? És utolsó egy percben még van bárki más, aki szeretne hinni ma Jézusban? Yep. Amen. See you there. Yep. All right. Father, I thank you for those that have raised their hands. It's glorious. Atyám, köszönöm neked azokat, akik felemelték a kezüket. Micsoda dicsőséges pillanat ez. We thank you, Lord, because we trust that they have just that very act, Lord, they've put their faith in you. They're trusting in you now. Mert tudjuk, hogy pusztán ezzel már, hogy kinyilvánították, amit szeretnének, beléd vetették a hitüket. And those of you that raised your hands, és azok, akik felemelték as a kezüket, soon as we finish praying here, amint itt lezárjuk az imádságot, I want you to come down here to the front. Kérlek, gyertek ide előre. And Yanni is going to pray with you. És itt lesz Yanni, imádkozik veletek. So you just come right down here, right. If you came with somebody, they will wait. Jó, kérlek, gyertek ide előre, ha bárki kísért téged ide a gyülekezetbe, biztosan megvár. Come down here and let us pray for you some more. Úgyhogy kérlek, gyere ide előre, és hadd imádkozzunk még érted. Lord, thank you that today is a day where eternities have been changed. Atyám, köszönöm, hogy olyan nap ez, ahol amikor megváltozott emberek örökkévaló sorsa. Lives have gone from death into life. És emberi életek mentek át a halálból az életbe. People have discovered that they can have peace with you. És emberek ismerték fel azt, hogy lehet nekik békességük veled. We thank you for that, Lord. Köszönjük ezt neked, Uram. I pray, Lord, that you would help these new believers to follow you. Kérlek, segíts ezeknek az új hívőknek téged követni.
I pray that you would help all of us to follow you. Kérlek, segíts mindannyiunknak, hogy tudjunk téged követni. We thank you for your grace. Köszönjük a te kegyelmedet. We thank you that we have peace. Köszönjük, hogy békességünk lehet. Oh Lord, and help us to be communicators of grace and peace. És segíts, Uram, hogy ezt a békességet és kegyelmet tudjuk másoknak is közvetíteni. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. 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 Okay, those of you that raised your hands. Akik felemelték a kezüket. This way, down here. Erre fele gyertek, jó, ide előre várunk benneteket szeretettel. The rest of you, that way. No, 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 I'm just kidding. You, mindenki másnak, meg kívül tágasabb. God bless you, have a great week. Csak vicceltem. Isten áldjon benneteket. Tide boxes are on the side. Give as God leads you to, please. Az adománydobozunk a kiáratnál.